A kormány a tegnapi ülésén foglalkozott az élelmiszerárstoppal is, és azt itt is meg kellett állapítanunk, hogy a rendkívüli eszközök alkalmazásának módján a kormány változtat, hiszen az árstoppok hatékony eszközt jelentettek az infláció elleni küzdelemben. A jelenlegi előrejelzések szerint, és ez nem csupán a kormány előrejelzését jelenti, hanem a jegybank, sőt gazdasági szakértők előrejelzését is, augusztusban jelentős csökkenés következik be az inflációban. Augusztusra 15% körüli inflációt várunk, és ez a csökkenés üteme, tehát a felgyorsuló üteme a csökkenésnek folytatódni fog szeptemberben, ősszel is egészen decemberig bezárólag, úgyhogy reálisnak látjuk azt, amit korábban ígértünk, hogy az inflációt le tudjuk törni, és egy számjegyű infláció lesz az év végére, sőt a mostani előrejelzések szerint ez akár már december előtt is lehetséges. Éppen ezért változtatunk itt is a szabályokon, új eszközöket vezetünk be, ilyen az az online árfigyelő rendszer, amelyet már korábban itt ismertettünk, ilyen a kötelező akciózás, és ilyen az, hogy augusztus 1-től a szép kártya hideg élelemre is fordítható, illetve a munkáltató további 200 000 forint támogatást adhat a szép kártya eddigi értékhatára fölött. Éppen ezért az élelmiszerár stoppot most már csak egy hónappal, 2023. augusztus 1-ig hosszabbítjuk meg. Vendégem pedig a stúdióban Boros Imre közgazdász. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt a stúdióban. Meglepték ezek a bejelentések? Hát nem lepődtem meg különösképpen. Ugye ez az infláció egy olyan dolog, hogy viszonylag gyorsan föl tud pattanni, és aztán utána ádáztus a harc kell hozzá, hogy leküzdje egy ország, van amelyiknél ez nem is sikerül. Hát ebbe az ügybe azért az Orbán kormánynak vannak pozitív tapasztalatai, mert az első Orbán kormány alatt, amelyben magam is bennültem, azért az ott hagyott 10% fölötti inflációt 4 év alatt levitt olyan 3,5-4%-ra, tehát van ebben jártasság. Mindamellett azt kell, hogy mondjam, az infláció betör, hát olyan, mintha egy várat ostromolnak, és akkor hirtelen egy bizonyos ponton be tud tolulni egy csomó katona, ellenséges katona, és szétterjednek. Elég nehéz őket összekapkodni, mert az inflációs szereplők is, hát több helyen keretkeznek érdekeltséget, hogy marha jó ez nekünk, gyerekek. Tehát ami az inflációból nekünk jár, ami a zsákmányunk, azt valahogy tartsuk meg bármilyen módon. Ugye, kikre vagy mire gondol? Hát itt arra gondolok például, hogy ugye alapvetően azt mondtuk, és ez így igaz, hogy az energiaárak fölfutása volt az alapja az inflációnak, meg hogy a forintnak nekiestek. Ez eddig rendben van. No igen, de gyakorlatilag az energiaárak már régen lementek, tehát ha azzal a logikával élünk, hogy jött a magas energiaár, aztán ment a magas energiaár, jött a magas infláció, ment a magas, de nem így történik. Tehát gyakorlatilag a gazdaság szereplői szerte az országban, akik és ahol megtehetik, és elsősorban az élelmiszer forgalmazókat emelném ki, mert azért attól, hát a hajam is az égnek át, hogy Magyarországon az élelmiszerinfláció, a német élelmiszerinfláció duplája. Hát ettől ugye... Mi okozta ezt Ön szerint? Hát a mohóság. Hát kérem szépen, nézzük meg, vagy hát nyilván a hatóságok megnézték, hát az adóhatóság, stb. Az ide vonatkozó jelentősebb piaci szereplő könyveit. Mert ma már ugye komoly cégnek auditálni kell a könyveit, és az auditor nem hazudik, ha odaadták neki az ajzatokat, a dokumentumokat, a beszerzést, az árat, a mennyiséget, az értékesítést, olyan egyszerűen kiszámolja, hogy mi a helyzet, és megnézi, hogy ami oda van írva a mérlegben, meg a profit and loss accountban, az megfelelő a valóságnak, és ha igen, aláírja. Ha nem, akkor nem. Hát ott van a kutya elásva, hogy ennek az élelmiszer inflációnak a fő hajtója, az oka eredetileg a magas energiaárak voltak, a fő hajtója pedig a profitmohóság. És hogyha ez a profitmohóság megvan, tegnap a Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettem Skype-on, és ő azt mondta, hogy eddig is nagyon sok veszteséget szenvedett el az élelmiszeripar, illetve a beszerzők. Nagyon sok minden az árrésben, nagyon sok ár felhajtó vagy árcsökkentő tényezőt is bele kell számolni. És ő elmondta, hogy
nyilván arra törekednek, hogy legyen profit is, de igyekeznek megfelelni annak, hogy, hogy alacsonyan tartsák az árakat. Hol van akkor az igazság ön szerint? Hát várjunk, de ez nem mond annak ellent, amit én mondtam. Tehát gyakorlatilag nyilván egy szakmai szervezet azért bizonyos értelemben védi a mundérbecsületét. Ez a feladat, ezért első ítélem. Ugyanakkor azonban természetesen ennek a mundérnak a védelmébe egyrészt egyfajta engedékenység, másrészt pedig, hogy tartsuk a frontot, mind a kettő. Tehát ez a fajta egy szájból történő hideg és meleg beszéd, ez belefér, ezzel nekem semmi bajom. A számok meg dalolnak, az auditorok ugye, meg az APEC ellenőre, a NAV ellenőrei, azok pontosan látják, mi a helyzet, és kormány is látta, és ahol tudta, meg ahol kiugró dolgok voltak, ott azt mondta, hogy hát akkor gyerekek, a többlet haszon egy részét szépen beteszitek a közösbe, és kompenzáljuk részbe azokat, akik itt meg lettek rövidítve. És akkor, hogyha ezek az árstopokat kivezetik, az online árfigyelőrendszer elindul, akkor ez valóban érdemben csökkenni fogja az inflációt? Ugye Gulyás Gergely elmondta, hogy már augusztustól mire számíthatnak. Ön is osztja igen, ezt az ez optimizmus? Maga is, de egyébként ugye a verseny, mert azért vegyük észre, ez nagyon fontos. Magyarországon hosszú éven keresztül mindig a kiskereskedelmi forgalom dinamikus emelkedését láttuk, ahogy a bérek, jövedelmek emelkedtek, kiskereskedek. Most azért egy elég jelentős visszaesés volt, ami azt jelenti, hogy az eladási volumenek csökkentek, most azoknak a volumeneknek a visszaszerzésébe elindulhat egy verseny. El is indult. Érdekes módon a Magyarországon működő külföld láncok vették ezt először észre. Most nem akarok nevesíteni természetesen, nem bántam volna, ha a magyarok veszik először észre. Tehát bizonyos élelmiszeripari termékek, főként a tej termékek körében, ez érzékelhetően észrevevődött, én magam is, mint hát feleségnek a táskacipelője észrevettem, például vaj, sal, stb. Ott gyorsabban divanduk. Na most akkor muszáj utánuk menni, mert ők nyerik vissza a forgalmat, ők meg vesztik a forgalmat. Tehát ez egyfajta versengést is, meg hát persze azok az adminisztratív jellegű szabályozások, amiket közben a kormány beiktatott, vagy esetleg még be fog iktatni, azok is segítek, de mondom, ez egy ádász küzdelem, hosszú ideig fog tartani. Hát, és milyen eszköz van a kormány kezében az ádász küzdelemben? Hiszen azt láttuk, hogy a kiskereskedelmi láncok, illetve a külföldi multinacionális vállalatok nem szívesen mondanak le a profitról, értelemszerűen ők azért sokkal inkább védik a saját mundérbecsületét, ahogy ön is említette. A kormánynak itt milyen eszköz van a kezében? Hát el kell mondani, hogy én nem vagyok egy nagy külföldi párti már üzleti ügyekben, de jelen esetben a magyarokat se hagyjuk ki ebbe a sorból, a magyar tulajdonokat. Még a külföldiek, lehet, hogy hosszabb évtizedes piaci tapasztalataik révén, de jobban és rugalmasan idomulnak a helyzethez. Ez egyébként baj, mert az ő rendelési állományok nem biztos, hogy a magyar mezőgazdaság fele irányú minden esetben, és nagyon finoman fogalmazok. Ha például azt nézem, ha csak a vajat nézzük, hát rengeteg külföldről bejött vaj, nem rossz minőségű, tök jók, tehát német, dán, akármi, hát akkor az azt jelenti, hogy nem a magyar tejtermelők irányul a dolog. Tehát itt nagyon sok teendő van, a hatósági munka, meg a kormányzati munka is egyre inkább rétegezetté kell válni, ja, ennek az egésznek, mert mondom, ez egy teljes frontos küzdelem. Az ember azt hinni, hogy hát majd egy kis izé elintézi ezt valami ott a fenéket. Tehát itt gyakorlatilag a kormányzat gazdasági főszereplőinek, miniszterek, ágazatok, hatóságok nagyon koordinált egyetműködésére van szükség, mert egyébként aki az inflációs csatákat megnyeri, annak a gazdasági fejlődési lehetősége is sokkal szélesebb körűek, és erre Magyarországnak óriási szükség. Akkor az uniós források kérdése nem kerülhető meg, hiszen az uniós források jelentős részét éppen arra kellene fordítani, hogy ezt a versenyhátrányt csökkenteni, és azt a lemaradást behozni, amivel mondjuk a nyugati multinacionális cégek rendelkeznek. Viszont az uniós források nem jönnek. Az a nagy helyzet, ugye, hogy nem hagyhatjuk ki ebből az inflációs szenárióból, térképből az Európai Uniót se. Én azt mondom, hogy amikor az embernek ilyen barátai vannak, mint az Európai Unió, igazi ellenségekre már nincs szüksége. Tehát az, hogy az Unió visszatart, nem fizetett ki nekünk, hát érzésem szerint való olyan 15-20 milliárd körül lehet az összeg a Covid utáni felzárkozási, helyreállítási alap, meg egyéb tételek kapcsán, azért az hiányzik.
ha a gazdaságot nem akarjuk teljesen leállítani, akkor pótolni kellett belföldi többletpénztömeggel, az meg az infláció egyik forrása lett egész véletlenül. Tehát gyakorlatilag a magas inflációban, a kiemelkedően magas inflációban az a kiemelkedően gonosz és mindenféle törvényt megkerülő uniós viselkedés is bent van. Tehát az nem egészen csak hazai ügy, hanem ez is nagyon keményen bent. Ezt érdemes lenne szépen nagyobb publicitást adni ennek nemzetközi fórumokon is. Boros Imre, köszönöm szépen a beszélgetést.